Két évvel ezelőtt Kecskéden volt a találkozó, ahol 10 csoport vett részt. Nagyon nagy örömünkre jelen pillanatban 25 csoport vonul itt most az úton, és a pillisi csoportoktól egészen a Gerecse aljáig minden falu képviseli magát ezen a felvonuláson. Gyermektáncokhoz milyen zene jön? Hát amire lépni lehet, polkák. Általában menetzenében mindenféleképpen polka. Színpadon lehet keringőket is játszani. És ez mennyire más, mint a többi? Tehát mennyire nehezebb ilyenkor játszani? Hát menet közben mindig nehezebb játszani mindenféle zenekarnak, mert mozog a hangszer is, ahogy az ember lépked. Mióta gyakorolják? Hát mióta megalakaltunk, már elkezdtük ezt a menetzenét, de mindig jönnek újak is, akkor mindig előről kell kezdeni az egészet. Gomba-modra növekedtek a csoportok most a falvakban, és nagyon nagy örömünkre szolgált, hogy ezt itt most kamatoztatják is nálunk Bánhidán. Miért van ennyi táncsoport mostanában? Szeretik a folklort, gondolom. Meg a hagyományőrzés a most igazából. Talán a nagymamák invitálására jöttek ezek a csoportok most rég. Vissza fognak térni a régi időt? Remélem, hogy igen. Táncokat szeretsz legjobban? A figárót, keresztpolkát és alsóbalai polkát. Miért kezdtél el táncolni annak idején? Mert szeretem a táncsoportot és sok barátom volt már ott. Nagyon szeretek föllépni, és az a jó, hogy néha így kell izgulni, hogy nem, hogy sikerül-e, vagy nem, meg az a jó, hogy már megszoktuk, és most már szeretünk nagyon. Nagyon szeretünk táncolni, mert hát hogy mondjam, hát jó tanárt kaptunk. Kedvenc táncotok? Hát amit most tanultunk, az a legújabb, az is egy polka. Az itt most is előbb tűnik. Hány polka? Valami olyan. Ja, hány polka. Miért ezt szeretitek? Hát mert most tanultunk, mert vidámabb, mint amit tanultunk. Nehéz a lépéseket követni mindig? Hát nem, csak vannak olyan gyerekek, akik néha nem a ritmusra lépnek. Hát ha talán ő elmagyarázom, mi tudni fogjuk.